Üdvözlök mindenkit, én Axmart vagyok, ez pedig itt a következő epizódja a mi kis Ranked Paladin mókáinknak. Igaz, azóta már eltelt egy szezon, szóval ez még az előző szezonban van, de ez ne zavarjon meg titeket. Na jó, élvezzétek, ez nagyon durva lesz, legalábbis az első meccs. Még egy Priest, na, hogyha eddig nem láttatok Priest versus Pala matchupot, na, akkor most szívesen bemutatom nektek. Általában vissza szoktam tenni ezt a kezdőkezet, nem igazán jó. Priest-telen az early game-em az a baj, nem jó, de mint láthatjátok, hogyha okosan játszod a late game-et, akkor semmi probléma nem érhet. Consecration-nek örülök, Hammer of Wrath-nek is örülök, tekintve, hogy ez ilyen 3 HP-s minionokat el tudom vele takarítani, esetleg egy greeding kitett. Ah, egy Acolyte of Pain, ez is teljesen jó, még így a korai körökben. Arra kell figyelni, hogy nála van a coin, ami azt jelenti, hogy az ötödik körben már lehet neki Kabal Shadow Priestje. Elég sokan játszák mostanság ugye a Kabal Shadow Priestet, amivel óvatosan, mint azt mindenképp körbe kell játszani. Well met. Tehát nem akarom, hogy elvigye az Acolyte of Pain-emet. Attól tartok, hogyha kiteszem, akkor el fogja vinni az ötödik körben, de az még messze van, és addig is problémát jelent neki a bordon. Meg olyan sok minden nem lehet belőle kisajtolni, hogy neki az nagyon megérje. Tessék, már kapott is egy Pain-t. Az nekem teljesen jó, hiszen tudom, hogy van kettő Sludge Belcher-em, meg egy Saint Jean Shield Mast, ami sokkal rosszabb, hogyha azon csatlan a Pain, mint hogy egy Acolyte of Pain-en. Pain, értitek? Szilván ezt nem hiszem, hogy ki fogom tenni egy hamar, nincs nagyon rá szükség. Sam van injured, erre még jön valami buff. Vagy nem? Nem jön rá buff. Hammer of Wrath-et fogok rá használni, mert nincs szükség többre. Azért használom el a Hammer of Wrath-et rá, és nem a True Silver egyik charge-át, mert van neki az a Dark Cultis nevezetű mókája, aminek 4 HP-je van, és arra a Hammer of Wrath nem jó, viszont a True Saver igen. Oké, okay, Sludgy. Kérdés, hogy mit akarok vele csinálni? Meg tudnám ölni a Sludgy-t, viszont akkor maradna valami, de ami nekem annyira nem nagy probléma, hogy marad valami. Vagy igen? Vagy ki tudnám tenni a saját sludge-imat, de szerintem erre nincs szükség. Szilvánnal semmiképpen sem fogom kitenni, mert beleöleti, vagy fene tudja mit csinál vele. Tök fölösleges. Szerintem megöljük a sludge-it. És legalább fenn lesz egy weaponom. Következőben tudok sludge-i reinforce-olni. Igen, tudom, kicsit lassú ez a játék, hát igen, hozzászoktatok nagyon el. Wow, és nem hílelte. Érdekes. Megérkezett Lajos, ami tök jó. És érdekes, hogy nem hílelte fel a slime-ot, mert így simán megöltem egy duddal. És nekem is kín van jelenleg egy sludge-im. Érkezett rá egy Pain, de inkább most érkezem, mint később, amikor mondjuk égetően fontos lenne, hogy fennmaradjon. Igaz, hogy 9 lapja van, de ez a 9 lap, ez vagy ilyen late game kártya, vagy szituációs lap. Erre semmiképpen sem szabad kitenni egy Arcanine Soul Priest-et, nem fogok nagyon pályát pakolni. Ugye mindketten játszunk elég erős removalokkal. Ez is benne volt. Low tab. Tökéletes megoldás az a baj, hogy jelenleg nincs. Tudnék consecration-ölni és lezúzni. Ami annyira nem is rossz, tekintve, hogy van pyrom az Equality-hez. De nem nagyon van follow-up-om rá. Fene egye meg. És azért a Sludge Belcherrel fogom megölni, mert a True Silver az mindenképpen kell.
azokra a kis... Oh, Shadow Madness, csodás. Mindegy, ez is jobb, mint később. Jobb most, mint később. Á, Cleric, csodás. Sengin. Sengin itt akár használható is lenne. Sengin low tab. Eléggé agresszív. Viszont a low tab miatt nem érkezhet. Hát érkezhet Arcanine Circle. 4 meg 5 az pont 9 mana, de ezen kívül más nem tud csinálni, és igazából mindkettőt megöli egy Arcanine Circle-rel. Na, 8 ért egy Shadow Over Death, teljes mértékben megéri. És ezt is le fogom zúzni. Ó, remekül érkezett a kedves Kodó. Igazából I don't care, hogy melyiket üti le. Mert ugyanúgy megölöm mindkettőt, tehát... teljes mértékben nem számít. Most érkezhet egy Arcanine Circle combo. Nem is probléma. Két lapot nyer vele. Viszont egy lapot pusztítottam el ingyen. Ha esetleg valami nagyobb dolgot tenne ki, akkor van rá egy keltuzadom, hogy ezeket mind beledobáljam. Shadowward Pain. Ez volt a második, tehát már nincs több neki. Mi? Mi? Mi ez? Low tab. Ez egy nagyon... Ez a play, ez nekem nagyon nem tetszik, ez a low tab. Tekintve, hogy van egy True Silverem és simán beleütöm, illetve van nekem egy keltuzádom is. Azért nem teszem ki a kereint, mert már itt vagyunk a tizedik körben, vagyis mind controlja simán lehet. Egy Shadow Over Death ment ki eddig, nem kettő, tehát nem tehetem ki Sylvanest sem. KT-vel nem tudom megölni. Nincs olyan tökéletes játék erre. Hát igazából van. Tehát ennél többet nem kell csinálnom igazából. Én nem sietek soha, kereint nem teszem ki, mert félek a mind control-tól. Persze valamit el kell vele mind control-tatni, de hogyha nem muszáj, akkor... akkor nem a kereint. Inkább a Sylvanest akarom. Na, ez viszont nem is rossz. Nekem. Természetesen akár üsse az egyiket. Vagy az arcomat, nem is érdekel. Aldor Peacekeeper, hát nekem nem az kell. Most egy Ecolitit választhatok. Ecolity Leonhands. Ez a tipikus nem sietek sehová. Kell húznom removalt, mert jelenleg nincsen, csak removal aktiválom. Na, kiszavuszom másik Ecolityt. Nem húzok tovább. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ő halott. Tudom, most kitettem volna akár a Sylvanest is, és hát ha belejut a rag, de így nem játszom. Nincs sok értelme. Szerintem az ő, az én Ragnarosomat hozta el, ami azt jelenti, hogy még lehet nála egy Ragnaros. Ezért akartam mindenképp belehúzni egy removalba. Humility, akkor most van nála egy Kodó. Nem! Kabal Shadow Priest, szép. Vicces. Vicces. Kell nekem egy Kodó, vagy valami. Igazából az Aldor egészen jó erre. Annyira nem nagy dolog, hogy én most rettegjek ettől az 1/7-estől. Ütögethet. Viszont az Equality Pyrohoz még ez a board bőven nem elég. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Figyelj a rapokra, hogy ne húzzál többet, mert az nagyon sok probléma lehet. Az a baj, hogy a maradék legendary még benne van, tehát a Priest az azért rossz matchup, mert folyamatosan ellophatja a legendary anyagot is. Tehát, hogyha meglátsz egy Tyrion-t, vagy valami ilyesmit, az nagyon nagy szívás.
De természetesen az is együtt kell élni, csak hogy... Érted, az szomorú. Oké, Sylvan, ezt kiteszem... Mert nem igazán van jobb alkalom, inkább a Sylvan ezt... ölje meg, mint a Karaint, vagy vigye el. Nem érdekel. A Karaint kiteszem, az is jó, mert most már van egy Iron Bake-ával, illetve Aldor Peacekeeper-öm, szóval teljes mértékben... őt is meg tudnám emelni, csak nem tudom, miket lobdos el. What the hell? Akkor... akkor nincs death, nincs semmi. Tehát ez ennyi volt a köre. És nekem pedig lemarad egy Sylvan S. Windrunner-öm. Ragnaros, érdekes play. Na ez vicces, hogyha kiteszem Ragnarost, akkor, és megölöm ugye a Cabal Shadow Priest-et, akkor nem mind kontrollhatja a Ragnarost, ha csak nem akar coin flippelni, mert hogyha a Sylvanasomat, nem, mert akkor én megütöm a Ragnarost, és lőttek a Ragnarosztjának, vagy Ragnarosomnak. Tehát így az, hogy a Sylvan S. és a Ragnaros is az én oldalamon van, így egészen jól érzem magam. Esetleg defelhet egyet most. De hogyha csak Sylvan S. tesz ki, akkor én kiteszem az Owlt és boldog vagyok. Még kevés. De hogy teszem ki, ha beleütöm, akkor elhozom az övét. Viszont valamit kell alkossak. Hát ez egy érdekes play volt, mert hogyha most beleütöm az én Sylvanasomat az övébe, akkor én elhozom. Let's do this. És köszönjük meg természetesen, hogyha jót tesz velünk a... Sejtettem, hogy nem ez volt a terved. Ha jót tesz velünk a kedves ellenfél, azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ez így vicces. Nos, már értjük, hogy miért van level 80. Remélem, lesz olyan szerencsét, hogy a Sylvan ezt üti. Mert ez pofátlanság. Ez a pofátlanság teteje. Ez nevetséges, 5 az 1-hez. Még a Sylvan ezt viszi el, az se érdekel. Igazából mindegy. De... ez, hölgyeim és uraim... de van így vagy. Jó, oké, hú. Pillanatra megijedtem. Ez a pofátlanság teteje volt, amit itt bemutatott. Ez csúcs ez a fazon. Nyolc, hat. Van még valahol egy mind control, vigyázzam kell a kerényemre. Igen, nem nekem is van. Az a, hogy el kell használnom ezekre, nem hagyhatom, hogy itt ezek növekedjenek, mert nem, mivel elhasználtam a második pyro kombómat. Ezért most egy... Hammer of Wrath, illetve egy Holy Light kombinációt be kell zúznom. Inkább, mint hogy azok növekedjenek, eléggé sok problémát tudnak okozni ezek a Shade of Naxxramasok, pláne hogyha nincs meg az az AOE ellenük, amire szükségem van. Természetesen van nála Tyrion. Mert miért ne vitted volna el a Tyrionomat? De tudod mit? I don't give a shit about this.
Raptoring for duty. Ez azért jó, mert hogyha ezt üti felhíl 2-vel, akkor is marad 2 damage-em a boardom, és meg tudom venni a Tyrion-t. Taz dingo. Erre is van egy silence-em. Kérdés, hogy ezt akarom-e lesilence-elni, vagy sem. Consecration, az is valami. Félek, hogy lesz még mit lesilence-elni, de... A Tyrionomat már elvitte. Ha nem vitte el kétszer a Tyrionomat, és nem teszem ki a kerényt, akkor... Ez egy jó... célpont a silence-re. Na, hogy tényleg gyakran játszanak a priestek mostanában silence-el, tudjátok, a nulla manás silence-el. Az egy érdekes dolog. Játszható. Mindjárt vége a kártyáimnak. Problémás. Viszont ezért van keltuzád. Mind control keltuzád? Nyugodtan! Most már van Tyrionon, Bloodhoof-on meg vagyok nyugodva. Örülök, hogy azt vitte el. Ezek közül az a legjobb, amit elvihetett. És nem is tudott megölni semmit, de megölte. Gratulálok. Nehéz volt. Nincs több kártyám. Ami annyit tesz, hogy... Consecration... Ez a Humility kodó, ez másra kell. Ezért inkább Ragnaroszára kell, vagy valami hasonló csúnyaságára. Ezzel ölöm meg inkább, mint hogy... van kabája. Nem érdekes. Ezzel a kettővel öljem meg. Shadow Man szerintem már elhasznált. Ha csak nem játszik kettő mind control-lal, akkor nem lesz probléma. Ha elveszi a Tyrionomat, én megfojtom. Inkább kiteszem az enyémet. Just for safe. Ne! Kettő mind control. De ez kevés, nyertem. Humility kodó. Köszönöm szépen a mérkőzést! Kettő mind control. Fel volt készülve állam a palákra. Meg az a mind control tech, hát az csúcs. Srácok, játszatok mind control-teket, hogyha szerencsésnek érzitek magatokat, mert az valami nevetséges volt, amit művel. De most komolyan. Tehát... Sok mindent láttam már. Ilyet is láttam már, de... Ó! Végre megérkeztünk a Zulokok földjére. És ez mind borzalmas. Nekem egy kombó kell. Humility jó. Humility kodó. Hogyha esetleg handlockról beszélünk. Nem, ez egy zúlok. Ha már nyúl az első lapért, akkor az zúlok. Viszont megérkezett egy consecration, ami zúlok kellene. Kiváló. Kivéve, hogyha itt lesz most egy felbuffolt vadállat. Na mondjuk van rá egy humility-m. Egy pyro kellene még, vagy egy equality, és meg vagyok nyugodva, félig. Pont a Sengin az pont a zulokok miatt van bent. Haunted Creeper, csodás.
Csodás egy lény. Sludgy kifejezetten jó van a görbe. Harmadik kör az azt jelenti, hogy 4, ki tudom tenni a Sengine-emet. Ha nem féltem. Vagy Humility. Ja, Humility... Humility guy. Meg nem. Nekem leszállenszem a fenébe. Az sokkal jobb, mint a Humility, mert akkor még tudja buffolni így viszont már nem. Ezt majd valamivel megöli, kiteszem a Sengine-t, majd még pakol valamit, kiteszem a Sludge-t, majd még pakol valamit, kiteszem a Kodót, ami talán megöl valamit, kiteszem a Consecration-t, ami biztos megöl majd valamit. Au! Na! Mit ütsz bele? Üssed! Ez az! Nekem is lehet szerencsém! Oké, most Consecration lehetek egyet. Ami actually jó, mert a Knife Jaggert nem szabad felhagyni, viszont rossz, mert lesz kint 6 damage-e. Most mennyi damage-e van? Most is 6. Plusz Knife Jaggerből adódó mókák. Jó, maradjunk az eredeti tervnél, Sengine. Ha jól mond a görbémnek, csináljuk azt. Tojásra van Iron Beak Ovalem. Majd lesz valami. Jaj, ne. Ez mi? Ja, persze. Power of Humming. Kellene egy Equality, mert Consecration-re ez is oké. Okay. Második Kodó. Kénytelen vagyok újra redukálni a damage-et, ahogy csak lehet. És 4 damage van a bordon, nekem pedig 9 életem, ami azt jelenti, hogy... Hát nem tudja megcsinálni. Doomguard Soulfire. Sludge Belcher, meglepően lassú play. Egy Zuloknál. Akkor lehet van neki Siphon Soulja is, ami ez nem jó. Nem túl jó az a Sludge Belcherem, de hát ez van. Kénytelen vagyok kitenni, kellene valami heal. Kettő dolgom is van, ami heal-el 7 manánál. Illetve van egy Garden of Kings-em, meg egy Holy Light-om. A Lajos az az a baj, ez késői. Ez nem elég jó. Ide. Soulfire. Ó, viszont egy Defender kiment. Hú. A Defender az nagyobb gáz lett volna. Tartok tőle. Doomguard, GG. Kettő Defender is volt nála. Szóval hiába volt. Egy Consecration nem jött se Pyro, se Heal. Innentől kezdve pedig hát megerőszakolt. Ehhez persze az is kellett, hogy neki is legyen nála egy Soulfire meg egy Doomguard. Ez úgy, hogy a Soulfire ne diszkárdolja a Doomguardot. Akkor meg lett volna esélyem. De akkor se sok. Igen, ez a deck zoo ellen annyira nem jó, és az a baj, hogy ezen a környéken elég sok a zoo. Inkább Handlock ellen épült. Wow! Azt hittem a Hunterek ideje lejárt, viszont ez kifejezetten jó kezdés. Ja, megtartom. A Kite of Pain nagyon jó early game-be. Sengine, hogyha esetleg valami crazy stuff-ot csinál. Consecration pedig a... esetleg valami zoo crazy stuff-ot csinál. Esetleg be akar zergesedni, meg ilyesmi. Tracking. Oké. Okay. Értelmes egyes drop.
Track into coin track? Nem, webspinner, csodás. Legalább lesz dolga a kis csávómnak. Oké. A cry of pain. Timber úr. És még egy secret. Oh my god. Mi lehet ez a secret? Valószínűleg freezing trap. Lesz egy kódom a következő körre. Valamelyikre. Akár egy innentől halott. Hunter's Mark. És melyikkel fogja megölni? Oké. Okay. Secret. Wow. Secret Hunter. Érdekes. Sludgy vagy Kodó? Szerintem Sludgy. Secretet nem aktiválja. Biztosan neki kell belevetni a dolgokat. Kodónak igazából nem annyira jó. Sehogyha ezt üti, sehogyha ezt üti. Mint pedig jó a Pyro Consecration. Így nagyon jó a Pyro Consecration. Mi a halál az a kettő secret, amit itt kitolhat? Igazából annyira nem zavar a dolog, akármi lehet. Kettő secret. Mi lehet nála? Nem hiszem, hogy elég jó ez a... Ez a Secret Hunter, de hát meglátjuk. Még egy tracking, érdekes. Webspinner. Most még van erre valamije? Ó, oh, igen, honbó. Oké. Okay. Van egy kodom. Vagy egy sludge-im. Inkább a kodót választom, mert az jobb, hogyha visszakapom. Még az jobban is bírja a... Snipe! Nyugodtan. Nem zavar. Én megjött igazából az Eagle Hornból, ami a fő lényege lenne ennek a trappes, secretes hunternek. De azt kell mondjam, hogy egy lappal a kezében nem hiszem, hogy ezt meg fogja úszni. Bocs. Van neki még egy. Ezt tudom, hogy nem. A Consecration. Szépen lecsökkentjük. Sludge Belcher-t kitesszük, ezzel majd támadok. Meglátjuk, mi az. Freezing Trap. Lehet Freezing Trap? Lehet még Freezing Trap. Ez a High Main az egy erős top deck volt. Pyromancer, viszont nincs hozzá Equality. Hogyha támadok, és Freezing Trap, akkor viszont nekem jó. Meg is lehet köszönni. Follow the rules. Kill command, na. Van itt némi cycle, de az a baj, nem bír a... Ó, egy gyönyörű. Jó, annyira nem gyönyörű, de elmegy. Ah, Equality Pyro. Egy Consecration elég. Nem akarjuk elsietni a dolgot. Igazából nincs miért.
Acolyte of Pain teszem ki, hogy húzzak valamit. Most egy King Crashnak nem örülnék, de mondjuk... Az is valami. Még egy High Main. Remek. Erre viszont már nem nagyon van removalom. Mi gázos. Hammer. És reméljük nem az arcomat fogja ütni, ahhoz az kell, hogy rossz kártyát húzzon. Ez egy rossz kártya. Akkor most le fog... Nem fog letrédelni? Nem. Ó, ez az. És ezt beleütöm. Hogy vagyunk? Na jó, ezt meg kell gondolni. Azt mondja, hogy... Pyro... Pyro Rat... Azzal meghal ő... Megölöm a High Main-t ezzel... Szenvedek, azt mondja, hogy 2 damage-et... És aztán Equality. Hogy ne le kell zúznom a maradékot is. Ezzel nézzük, hogy mit kapunk a... Redből. Kodót. Nem rossz. És következőnek Ragnarosz. Reméljük nem jó lap. Nagyon-nagyon top deck hangulat van. Mondd, hogy nem jó. Oké, Ragnarosz. Ez talán jobb. Kettő kill command már kiment, ugye? Ha jól emlékszem, igen. De azt mondja, hogy... 6-7-8. Vagyis, hogyha most nem öl meg, akkor meg tudom ölni Ragnarosszal. Ajaj. Mennyi ez? 3-6. Ja, nyertem. Jó. Hú, azért megszorongatott. Headlockot még nem láttunk mai nap. Ennyi lett volna mára ez a palázás, ne aggódjatok, van még. Én nagyon-nagyon élveztem. Jó, annyira nem lassult le a játék, Zuloktól kezdve mindenen keresztül vannak itt azért dolgok, de hát majd meglátjuk, mi jön még, azért én tartogatok nektek egyes-mást, és fú. Néha nagyon eldobtam az agyamat, hogy mik vannak ezen a rankeden. Na jó, következőben találkozunk, sziasztok!